Hogy figyeljetek, itt ezen a kereszteződésben én látom, hogy egy, akár egy baleset van, vagy akár éppen egy verekedés zajlik, már is tud szólni a rendőröknek, hogy a legközelebbi rendőr, járőr az azonnal menjen oda, és akkor intézkedjen a szükséges intézkedéseket tegye meg. Akkor a Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitányságra érkezett a Munkaerő Piacon Maradás Egyesületének munkatársától a felkérés, hogy idén újabb 3 fogyatékkal élő fiatal álmát valósítsuk meg. A győri rendőrkapitányság vezetője és a megyei rendőrfőkapitány azonnal igen mondott a felkérésre. Ők is tudják, és mi is tudjuk, hogy nagyon fontos célja az a rendőröknek, hogy minél többen megismerjék a rendőri munkát, a rendőri tevékenységet, illetve a hozzánk fordulókat megpróbáljuk lehetőségeinkhez mérten minél jobban segíteni. Ennek a célnak megfelelően próbáltuk összeállítani a 3 fiatalnak a mai napját. Úgy gondoltuk, hogy olyan tevékenységeket mutatunk meg a rendőrség részéről, ami bemutatja nekik, hogy milyen szerteágazó és milyen fontos ez a munka. Ezért aztán szerveztünk részükre egy kutya bemutatót, ahol a szolgálati kutyával ismerkedhettek meg, illetve megláthatták azt a fiatalok, hogy mennyire nagy az összhang a kutya és a rendőr gazdák között, mennyire fontos az, hogy egymásért dolgozva segítsék egymás munkáját. Ezen kívül úgy gondoltuk, hogy a fiatalok számára fontos lehet az is, hogy megnézzék azt, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik valamilyen szinten bűncselekményt követtek el, és a rendőrök elfogják őket. Ezért a mai nap folyamán bemutattuk részükre az előállító helyiséget is, illetve a bűnügyi technikai részről pedig a rabosítás folyamatát. Ha akarják a gyerekek, akkor ki is próbálhatják, hogy milyen az, amikor valakit rabosítanak. Természetesen megmutattuk nekik a rendőri járőrautónak a felszerelését, így a lövedékálló mellényt, amit felpróbálhattak. Én úgy láttam, hogy a gyerekeknek ez a nap kellően boldog volt, illetve nagyon örültek neki, úgyhogy reméljük, hogy reális képet kaphattak arról, hogy milyen szerteágazó és fontos a rendőri tevékenység. Baleset megelőzés segítő eszközök vannak benne, úgyhogy fogadjátok szeretettel. És akkor még ráadásul még egy grátis kolléganő elvünk benneteket a rendőrautóval egy körre a városba. Jó. Jó? Yes.